A kémbotrány ellenére éves alapon 39%-kal 26,8 milliárd dollárra nőtt a Huawei árbevétele az első negyedévben. A kínai mobilcég hétfői gyors jelentése szerint az első három hónapban 59 millió okostelefont adott el világszerte. A kínai vállalat nettó profitja 8%-kal emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához képest. Reményei szerint az 5G technológia terjedése tovább erősíti majd piaci pozícióit. Az eredmények különösen annak fényében érdekesek, hogy az utóbbi hónapokban Washington azzal vádolta meg a céget, hogy készülékeit kémkedésre is lehet használni. Válaszul a Huawei korábban nem látott média kampányba kezdett, még a nyilvánosság előtt ritkán mutatkozó alapítója Ren Zhengfei is több interjút adott.